1989. novemberében a népszavazás előtt egy kérdésben eljátszottunk azzal önnel, hogy mi lenne, ha visszavonulna, és arra várna, hogy majd hívják. Ön ezzel ellen tiltakozott, mondván, hogy nem a 19. században élünk, mint Deák Ferenc. Gyorsabban mennek a dolgok, elfelejtik az embert. Eltelt jó egy év, és ön visszavonult. Az időt azt megmagyarázta, hogy miért pont akkor a kongresszus előtt, de miért most jött elő. Úgy érezte, hogy hívták, hogy egyáltalán önt hívták. Lehet, hogy az előrelátásban voltak zavarok nálam is, de az idő megítélésében úgy látom nem, mert végül is Deák Ferenc, míg a felirati párthoz csatlakozott, eltelt 11 év, én nekem meg csak fél év, amíg újra úgy érzem, hogy valamit tennem kell, és amikor a visszavonulást bejelentettem novemberben, akkor is abban a sajtóban is közölt levélben azt írtam, hogy függetlenné válok, hogy szabadon, szuverén módon megfigyelhessem a valóságot, és dönthessek, vagy kezdeményezhessek újra. Nem tétlenül töltöttem ezt a fél évet sem, pontosan ez a tájékozódás volt a fő feladatom. Valóban látványos közszerepléseim alig-alig voltak, sok szülődés és a mindennapi találkozás az állampolgárokkal, mert ott azért gyakran megfordultam, csak erről nem jelentek meg tudósítások, többnyire azért, mert én magam se híreszteltem. Fontos volt, hogy szép, csendes, jó alkalmak legyenek. Tehát ez volt az előzmény, és ez a helyzet. Csak is egy a lényeg, hogy politikusi mi voltomból nem tudok kifordulni, és ha feladatot látok, akkor azt egyszer s mint hívásnak is tekintem. Nára, ugye én tovább maradok ennél a kérdésnél, hogy olyan a helyzet Magyarországon most, hogy most kellett visszajönni, tehát mondjuk fél év múlva lehet, hogy késő lenne? Olyan a helyzet, úgy hiszem, hogy most kellett visszajönnöm, annak a felismerésnek a jegyében, hogy még van esély a demokratikus megoldásra, nem fognak szétesni intézményeink, és békés lesz továbbra is az átmenet, így folytatódik az élet. És akkor most jön az alapkérdés, ami számomra alapkérdés legalább 20 év óta, önt ismerve 10 év óta az, hogy hogyan lesz az alatt valóból állampolgár. Én 20 év óta magamnak ezt mindig úgy tettem fel, mint klubvezető, hogy hogyan lesz a klubból közösség, ugye ilyen címen könyveket adtak ki. Ön arról beszél, hogy mindennek az alanya az állampolgár. De ha ön nem tudja megmondani, hogy hogyan lesz az állampolgár, akkor önt tekinthetik demagógnak. Tehát van, aki azt mondja, hogy szabadság, van, aki azt mondja, hogy magántulajdon, jelszó, és ha jelszó szinten marad, akkor tömöríthet embereket nagy gyűlések erejéig, utcára, de mi a biztosíték, hogy ez valóban elindul? Először is az alattvalói létből kétségtelen nem elegendő az, hogy intézmények kifordulni, nem elegendő hozzá, hogy intézmények álljanak az állampolgár rendelkezésére, hiszen az alattvalói lét, amely nem csak 40 esztendő volt ebben a hazában, hanem azt hiszem sokkal több sajátos mentalitást termel, különös várakozást az emberekben, hogy majd gyámkodnak fölöttük, s intézkednek helyettük olyasmiben is, amiben személyes teljesítményre lenne szükség. Ám a bűnös tém mindig az addig rájuk nehezedő intézményekben. Látom, találom. Hogy ne legyen demagógia az állampolgárra való hivatkozás, ahhoz kétségtelen nem elég hivatkozni az állampolgárra, mint a tettek alanyára. Ezért talán éppen közös gyötrődéseinkre is, ha visszaemlékszik, gondoljon arra, hogy akár közművelődésről volt szó, akár egyesületek létrehozásáról, akár kisvállalkozások kezdeményezéséről, nekem mindig az volt a gondolatom, hogy előbb valami módon létre kell hozni a civil társadalomnak egy olyan szövetét, amely ellenálló képes az alattvalói csábítással és az alattvalói felelőtlenséggel szemben is. Na de hát, ez nagyon is konkrét dolog. Amikor azt mondom és megfigyelem, hogy fogyatékos intézmények miatt megint úgy érzi az állampolgár, hogy nincs választási lehetősége,
és ha gyakran így érzi, és ismétlődnek ezek az élményei, rá is szokik arra, hogy nem kell döntenie, és nem lesz felelős semmiért. Éppen ezért állok én a demokrácia oldalán, és nem az, aki azt mondja, hogy most akkor elsöpörni mindent, és jöjjön valami erős kéz, jöjjön a rend, és így tovább ismerjük ennek minden módozatát. Ezért van az, hogy már-már az öngyötrésig, és a szenvedésig azt mondom, hogy próbáljuk meg még ebből a parlamentből a lehetséges képességeket kicsiholni. Hogy ne kényszerüljön rá az állampolgár olyan élményekre, mint a 7. kerületben legutóbb, vagy Oroszlányban, vagy egyáltalán a helyhatósági választásokon, mert megismétlem. Az lesz a legjobb talaja a demagógiának, amit ma közönynek neveznek, és az lesz a legjobb talaja minden bonapartizmusnak és akarnokságnak, hogyha az állampolgárt rászoktatják, hogy nem kell dönteni. Tudnélik, ha most egy kényszerű választást csikarnának ki a különböző politikai erők, akkor ezzel a és megfelelő politikai kínálat nélkül, akkor ezzel a közönös állampolgárral találkoznának, és utána az Isten legyen irgalmas hozzánk. Tehát ezek szerint akkor valós kérdések kellenek ahhoz, hogy az állampolgár állampolgárnak érezze magát a valós döntési lehetőség. Na most tudna mondani konkrét dolgokat, tehát intézményeket hogyan kellene ezt változtatni. Most akár ilyenben gondolkodva, hogy törvénykezés szintjén, akár bürokráciák. Néhányat mondok. Éppen a kérdésében is kezdeményezett példákat folytatva. Úgy hiszem, hamarosan időszerűvé válik egy új alkotmány előkészítése. Az alkotmányozásba véleményem szerint szinte közművelődési formába be lehetne vonni a társadalmat, és ebben a pillanatban a társadalom nem atyáskodó, bábáskodó nagyságok bevonásaként élné meg, hanem résztvevőként ezt. Aztán ilyennek tartom a munkatörvény előkészítését, amely milliókat érint, egy átalakuló és szükségképpen átalakuló, emberek sorsával is játszadozó világban. Ilyennek tartom az önkormányzatok gazdálkodásáról, és mármint a helyhatósági önkormányzatok gazdálkodásáról, vagyonáról, vállalkozási lehetőségeiről szóló törvényhozást, épp úgy, mint annak a kérdésnek a tisztázását, hogy például a tulajdonviszonyok rendezése közben le tudunk-e szokni arról a szajkózott elvről, hogy a magántulajdon szent. A magántulajdon már nem szent azokon a területeken, ahol nem háborította meg senki a tulajdon organikus és a társadalom organikus fejlődését, hanem a tulajdon biztonságára kellene ügyelni és intézményes kereteket teremteni népi részvétellel. Itt most nem a népi részvényekre gondolok, nem arra az olcsó megoldásra, hogy akkor jusson az elkutyavetél gyárból annak is, aki ott nyomorog, hanem arra gondolok, hogy a tulajdonlás és a tulajdon fölötti rendelkezés világában a sokszínűséget. A piac tudnélik a tőkével van testvériségben, nem a tulajdonnal. A tőkével, a tőke pedig lehet társulati tőke, lehet alapítványi tőke, lehet szövetkezeti, lehet magántőke, lehet atyaúristen azzal, hogy természetesen tudom egy ilyen államászati világ után, amit magunk mögött hagytunk, és egy ilyen államszocialista csődkísérlet után először a magántulajdonon át kell megtenni az utat ahhoz, amit az előbb tulajdon sokszínűségnek neveztem. Tudnélik, azt is ki kell próbálni, újra ki kell próbálni, választási lehetőséget teremteni ebbe is, tehát a privatizációt én elfogadom, de úgy hiszem, például ebbe is már társadalmi közmegegyezést lehetne elérni. Nos, úgy hiszem, hogy reprivatizációra nem szavazna a magyar társadalom. Ezért nem szavaztam meg a kárpótlási törvényt se én a tegnapi parlamenti ülésen. Az ön mozgalmát
már néhányszor úgy félig meddig bejelentették, hogy hogy indul. Szóval mindig olyan feltételes módban, mint ahogy vasárnap is. Szólni fognak, hogy, hogy most akkor, most, most az ászólobok? Igen, szólni fogunk. A Juventus Rádiónak is szeretnénk szólni és üzenni minden kedves barátunknak, a sajtóval, és az külön el kell mondanom, hogy nagyon korrektnek éreztem az eddigi sajtó megnyilatkozásokat, a kritikákat is, meg a fenntartásokat is ebben az ügyben. Azt gyanítom, és ezt véletlenül se tekintheti senki a sajtónak szánt udvarlásként, ismerik a kapcsolatomat ezzel a nyilvánossági formával. Azt gyanítom, hogy a sajtó előbb értett meg a dolgokból valamit, megint, mint a pártok vagy a parlament. De ezt akár radírozni is lehet az interjúból. Annyit, hogy ha visszaemlékszik, a zászlóbontási dátumokat nem mi adtuk. Ez a várakozásból, meg a feszültségből adódó, és az ilyenkor szokásos híresztelésekből adódó következmény volt. Mi óvatosan lépésről lépésre, ez kétségtelen, mint ahogy itt folyosóról is beszéltünk, meg előszobáról ebben az interjúban, lépésről lépésre tettük a magunkét, de azt a konkrét helyzetet, amikor ez bekövetkezik, ezt nyilvánosságra fogjuk hozni, és időbe értesítjük róla a nyilvánosság eszközeit is. Akkor már csak egy alkérdés. Eddig szerint akkor Antal József miniszterelnök úr lényegében a mozgalom indulásához használta azzal a gyors reagálással. Mert hogy a helyzetet... Sokig igen. Nyílt átett olyasmit, és megfogalmazott olyan félelmeket, amelyek bennünk nem működtek, megértetett velünk olyan aggályokat, amelyekre reflektálni kell. Kétségtelenül ilyen szempontból gyorsította a folyamatot, és a mi elhatározó szándékunkat is megerősítette.